Tüzesen süt lányai napsugár, az ég tetején nagy tár. Fölösleges dolog sütnie, hogy nagyok, a jubásznak úgyis nagy terhe vagyok. Szerelem tüzei fiatal szívét, művészet ifjú mestere és Fülöp Ferenc díjas táncos. Dobsa Tamás, nagy vőfély, néptáncos pedagógus, az Ekecs Apáca Szakállasi Pimpin Pálé és a Nyárasdi Tücskök Gyermek Néptánc Együttesek művészeti vezetője. A Csongrádiban viszont Kukorica János szerepében kezdte az előadást, s ki tudja, hányféle szerepbe bújt kedves feleségével egyetemben, hogy szép kerekre alakítsák a történetet humorral és tánccal gazdagon fűszerezve, beleértve a francia menüettet, na meg a török hastáncot. Tündérország királya és királynéjaként ültek le kameránk elé kicsit pihegve, a jól elvégzett munka örömével az arcukon. Hagyon gyötő, gorosz mostohány! Miluska, egy árva kislány, akárcsak Jancsó. Ki ha szereti, ki ha teheti, szerelmét sűrű ölelni. Az első kérdésem az arról szól, hogy ezt a fajta színházat, amit ma láttak a gyerekek, minek neveznénk? Hát, Petőfit idézem, minek nevezzelek? Nem tudom. Hát, hogyha kimennek, akkor autónkra az van írva, hogy néptánc és báb színház. Ugye most éppen pont ebben a műsorban nem használunk bábot, de van olyan, nem is egy műsorunk, amiben használunk bábokat. Hát ugye mink alapvetően táncosok vagyunk, és aztán próbáltuk megtalálni azt a módját, hogy hogyan juthatnánk el a gyerekekhez még jobban a néptáncot, és aztán valahogy így ez tűnt legmegfelelőbbnek, hogy olyan népi költemény a népmeséhez nyúlva, feldolgozva, táncokkal, megbolondítva, zenével. Hát igazán nem tudom, mesés, táncos, bábszínház. A Kutyon Fitty az egy nagyon figyelmet felkeltő név. Bejött az a várakozás, egyáltalán ezért született, vagy van-e valami kis apró története az, hogy miért éppen Kutyon Fitty? Hát ez nagyon gyorsan született meg ez a név. Tomival kitaláltuk, hogy szeretnénk egy ilyen társulatot alapítani, és akkor én otthon tornázgattam, és Tomi kérdezte, hogy mi legyen a neve, és akkor én mondtam, hogy Kutyon Fitty. És azon nyomban megnézte a laptopon, hogy van-e, hogy interneten, hogy el van-e foglalva ez a név, és az foglalt volt a Kutyon Fitty, és akkor gondolkoztunk picit, Kutyon Fitty, ez ilyen 5 perc leforgás alatt megszületett. És tavaly nyáron, mikor Vajdaságban léptünk föl, akkor kiderült, hogy jó volt ez, hogy megváltoztattuk Kutyon Fittyről Kutyon Fittyre, mert hogy ott, ugye mindenhol van, ahol ijeszgetik a gyerekeket, ugye, amit én nagyon helytelennek tartok egyébként, nálunk ugye a tollassal, és Vajdaságban meg a Kutyon Fittyel, úgyhogy jó volt, hogy lecseréltük ezt a nevet. Ne nagyon húzzam, elmondom hát gyorsan, hogy a törökök táborukba ültek lakomát. Mi alatt a magyar vitézek kiszabadították a király. Csak úgy a hangulat kedvéért, aki csak teheti, üljön törökülésre. Készülnek a programok. Ki az a? Van-e otthon 2 gyerkőc, 3 gyerkőc, akinek a főpróbát tartják? 2. Egyik kicsit nagyobb, másik kicsit kisebb. De most már mind a 2 iskolás korú, a kisebbik az most fog majd menni elsőbe. Ő a kislány. Hát igazán látják, tehát a próbákat is, meg van olyan darabunk, amit szerintem Sári az akárhányszor megnéz, az eltáncolt cipellőket.
Nem igazán ők szoktak lenni a fő próba, bár őnek kikérjük a véleményüket, és meg is mondják, hogy hát apa, ez itt unalmas ez a rész, ez nem jó, és akkor tudjuk, hogy ezt ki kell cserélni, hanem mindig törekszünk arra, hogy összehívunk pár ismerőst, felnőtteket is, akik tudjuk, hogy meg fogják mondani, nem csak ilyen jó pofiznak, hogy persze jó ez, hanem elmondják, hogy hát szerintünk ez nem működik, és persze gyerekek is kellene, akkor legyenek, mert már volt olyan, hogy egyik darabunk főpróbájánál láttuk, hogy a két ismerős gyerek már 5. percnél ásítozik, meg minden baja volt, akkor tudtuk, hogy ott az nem jó. Tehát az gyakorlatilag szemétbe is dobhatjuk azt a elejét, és hát minden főpróba előtt próbálom persze. Azt látjuk itt a színpadon, hogy nagyon szépen el van osztva mindenkinek a feladata. Viszont a munka folyamat alatt, a próba folyamat alatt ki mit vállal magára, kinek mi a szerepe? Hát a legnagyobb szerep Tomié, ő választja ki a darabokat, ő dramatizálja, és gyakorlatilag ő írja, tehát a legelső darabunk, a Betyárok így éltek, úgy éltek, az teljesen a Tomi írása alapján született, mert hogy ő évek óta olvas a Betyárokról, és szeretett volna Betyárokról egy darabot, azt egész évben ő írta, természetesen az is néptánccal, mesékkel fűszerezve, ahogyan az tőlünk várható, és a többi darabunk pedig többségében népmesefeldolgozás, ugye a Kukorica Jancsi a Vitéz, ez pedig Petőfi Sándor elbeszélő költeménye alapján született, és persze van egy felnőtteknek szóló műsorunk 16-os karikával. Ezt a témát halasztuk egy kicsit későbbre, mert Mónika példás szerető asszony lévén a méltán kiérdemelt dicsőséget simán férje urára testálja, pedig a társulati munkában bőven van része a jó asszony szemnek és az ügyesen járó kéznek is. Azt mondja a kedves felesége, hogy Tomi a fő mozgató rugója ennek a társulatnak, két személyes társulatnak, viszont látom, hogy nagyon érdekesen vannak megoldva a kulisszák, szépek a jelmezek, ide azért asszonykéz is kell, nem? Hát igen, de konkrétan a díszletek megfestése nem az én munkám, hanem ahogy elkezdtük a darabokat összeállítani, Tomi festegette a díszleteket, és közben kiderült, hogy falunkban is van egy kislány, aki díszlettervezői középiskolát végzett, úgyhogy így összekötöttük a kellemest a hasznosan, ránk is kevesebb munka hárult, és ő pedig hát ugye keres egy kicsit, úgyhogy a falunkból Szabó Szilvia festi most már az összes darabunknak a díszletét, és nagyon, nagyon rugalmasan és kreatívan áll hozzá, és figyelembe veszi a mi kívánságainkat, úgyhogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Lett is nagy helye húja, sürgött forgott a szakács, és a zenészek sem voltak restek, és eljátszottak egy-két menüettet. Látom, hogy a gyerekek vevők erre a fajta stílusra, és a felnőttek a 16-os karikával. Abszolút, tehát most éppen jövő héten is hála Istennek lesz egy előadásunk a Aranyfészek Aranymadár című pajzán műsorunkkal. Hát ott inkább ez a nyugdíjas korosztály, 40-50 év körül, meg a persze idősebbek. Ugye emberek ilyen kicsit, hogy mondjam, hát ilyen álcát hordanak, hogy mi prüdek vagyunk, mi nem beszélek ilyenekről, és közben a népköltészet tele van szépen, finoman, azért is pajzán, nem pedig ez a, hogy mondják ezt? Tehát nincsen igazán kimondva a műsorba, miről szól, tehát ilyen burkoltan, ugye, hogy aranyfészek aranymadár, aztán mindenki, aki érti, érti, aki nem, az nem. Ugye dudanóták, az gyakorlatilag 90%-a régen tele volt ilyen csúnya szavakkal, amit itt szépen kihúzkáltak eleink, akik gyűjtöttek, és akkor helyettesítették odaillő hasonló szóval, de eredeti gyűjtések megvannak, mink ezeket azért használjuk, tehát úgy, ahogy ki van mondva, hogy régen is énekelték. Hát tetszik az embereknek, ott is
táncok vannak, amik oda illenek, tehát ott is szerelemről, házas életről, férfinő, férfeleség torzsalkodásáról, ugye ami sok ilyen vitának elindítója a bor, az alkohol, tehát az is markásan megjelenik, és persze az elején a megromlás, a bűnbeesés, úgyhogy tetszik, mondom, tetszik az embereknek, hála Isten. Benedek az óriás király. Hát, nem igazán nyújtén nagyon barátom. Na majd teszek róla, hogy óriásnak nézzék. Ott tehát, miután János vitéz megtalálta az óriások királyát, Benedek az óriás király evébre invitálta főhősünket. És hogy ismeri a tréfát, Jánosnak evédre adott vagy 5 font sziklát. Mondottam, tenni kell róla, hogy az óriás király tényleg óriássá nőjön. Úgy mondottam, Jánosunk evédre kapott 5 font sziklát. És János a tréfát nem nagyon ismerte, így a sziklát egy halítással óriás király felé repült. Repült a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, ki tudja, hol áll meg, kit hogyan talál meg. Bácsi, ez a kis idézet, figyelem, nem a János vitézből van, hanem Arany János Bordján. Csak ez nagyon ideillet, de szégyezzétek meg. Na, miután a sziklát újra ráállt a röppájájára, és felvette lendületét, eltalálta az óriás király fejét, aki ezzel lepődött a könyvet, és Petőfi elbeszélő költeményében a becsületes, tisztességes Kukorica Jancsi és az ő Iluskája Tündér királyságot kapott cserébe tetteikért. Tamás és Mónika viszont egy szép családot kapott ajándékba a sorstól. Nem hullott ugyanaz ölükbe, minden nap tesznek érte. S amikor felteszem a kérdést, mit jelent számukra a család, akkor nagyvőfé uram huncut mosolyjal a felesége felé int, hogy ebben a témában neki jár a dicsőség. És ez így van jól. Feleség? Hát nagyon sok mindent, ugye nekünk is van 2 gyerekünk, Balázs 10 éves, Sára pedig 6, és számunkra ez a társulati munka családbarát, mert legtöbbször iskolákba, óvodákba megyünk, és nagyon jó érzés az, hogy sokszor már délre otthon vagyunk, és délután is együtt tudunk lenni a gyerekekkel, mert ugye van úgy, hogy hétvégén megyünk el, és van úgy, hogy estére, de mi azért tudunk, szerintem több időt tudunk együtt tölteni, mint akik állandó rohanásban vannak. Két egyszerű parasztgyerek, Tündérország, királynője és királynője.